A Nyíregyházi Jósa András Oktatókórház Szent Lázár kápolnájában dr. Mosolygó Marcell görögkatolikus kórházlelkészt kérdeztük a kórházi szolgálatról, személyes tapasztalatairól és arról, hogyan léphetnek vele kapcsolatba az arra igényt tartók. Hát a kórház alapítása óta szolgálnak itt különböző felekezetű lelkészek. Én nagyon büszke voltam Sátorajói helyen arra, hogy a Miklós István alapította az ottani kórházat, tehát azért, hogy új helyen kórház legyen, ott a mi első, egyházmegyénk első püspöke nagyon tevékenyen részt vett. Annak idején, amikor Nyíregyházán ez a Szent Erzsébet kórház részre jött, szintén az egyházok bekapcsolódtak. A II. Világháború után folytatódott az ide bejárás, de Isten tiszteleteket csak a rendszerváltozás után lehetett itt végezni. Minden vasárnap délután 3 órakor római mise van, és délelőtt 9:30-kor görög liturgiát végzett. Nem csak vasárnap, hanem hétköznapra eső ünnepeken is, és első pénteken. Minden görög ünnepen 9:30-kor van liturgia, és vasárnap délutánonként 3 órakor különböző osztályokon szolgálok. Nem ritkaság, hogy egy nap 5-ször is kapok telefont, hogy ezen az osztályon valaki szeretne találkozni a beteggel, szeretne betegek kenetét felvenni. Nagyon jól esik, hogy a helyi nővérek azon vannak, hogy mindig segíteni akarnak. Tehát a megkeresések, a telefonoknak a negyede, az a nővérektől eredően jut el hozzám, hogy hova kell mennem. Tehát értesül róla, hogy aki az a beteg katolikus, és akkor szeretne áldozni vagy gyónni. A megye területén több római katolikus lakik, mint görög, ezért a szolgálatom is körülbelül fele részben római katolikus, nagyobb részben római katolikus betegek ágyánál vagyok, mert amikor bemegyek egy terembe, akkor már nem csak a görög katolikusok, hanem a rómaiak is kérik, hogy engem is megtetszik gyóntatni, én is megáldozhatok, betegek kenetét felvehetem. De különösen a nővérek nagyon kedvesek, de még visszautasítást orvosok részéről sem tapasztaltam. Tehát azt érzem, hogy Nyíregyház Budapesten 13 esztendőt jártam a környező kórházakba, és nem volt olyan jó légkör, mint a nyíregyházi kórházban a lelkésze és a orvosok, lelkész és a ápolóknak a kapcsolatában. Fél órát, órát vagy másfél órát is elbeszélgetek egy-egy öregge, míg elmondja a fájdalmát, és én még lassacskán kezdem vele megértetni, hogy el kell neki fogadni azt, hogy rászorul mások ápolására, nem tudja ott már folytatni, ahogy eddig tette. Feltűnő, hogy mennyire megcsillan a szeme az öregeknek, amikor belépek egy kórterembe, és bemutatkozom, hogy görögkatolikus lelkész vagyok, és szeretném megkérdezni, hogy van-e valaki, aki szeretne gyónni, áldozni, és hogy milyen sokan örömmel fogadják a lelkészt. És a kórházi betegágyon nem szól a rádió, nem szól a tévé, van egy idő egy kicsit befele fordulni, és úgy az életét úgy végig gondolni. És ez ilyenkor a papa való beszélgetés sokaknak vigaszt erőforrást jelent. A betegek kenete az a szentség, amely megerősít a betegséggel való küzdelemben, és bűnbocsánatra indít, de van olyan eset, hogy már nem tud meggyónni, de a betegek kenete által szentelt olaj, amivel az érzékszerveit, szemét, száját, fülét, orrát, válacskáját, kezét, lábát megkenjük a betegnek, és azért imádkozunk, hogy ahogyan az Úr Jézus meggyógyította a tőle egy gyógyulást kérő betegeket, adja vissza az ő egészségét. De ugyanakkor a betegek kenete az utolsó útra való felkészülés is, és ezért még nagyon sokakban benne van a félelem, hogy jaj, hát a betegek kenetét, ha fel kell vennem, akkor nekem meg kell halnom. És különösen 40-50-es korosztály nagyon fél a betegek kenetének feladásától. Hogy mondjak el egy konkrét esetet? Egy fiatalember édesanyja hívott fel, hogy úgy látja, hogy a 21 éves fia a
nagyon közel került a halálhoz, de szeretne megnyugni, megáldozni. És akkor a férje elvette tőle a telefont, és azt mondta, hogy ne jöjjön ide, mert nem engedem úgyse be, mert nem akarom, hogy a fiam meghalljon. Ennek ellenére eljöttem, és bementem, az apuka pedig kitárta karját a lépcsőnél, és nem akart beengedni, de én az édesanyára hallgattam, és bementem a fiához, aki nagyon megörült, és nagyon nehezen vette a levegőt, de nagyon komoly életgyónást végzett. Amikor elmentem, megáldozott betegek kenetét fölvette, már ültem be a kocsiba, amikor csengett a telefonom, hogy az anyuka hívott, hogy a fia meghalt. És annyira örültem, hogy nem engedtem magam lebeszélni, mert az édesapának egyetlen egy érve az volt, hogy ha meglátja az atyát, akkor azt fogja hinni, hogy meg kell halni. Ő pedig azzal fogadott, hogy de jó, hogy tetszett jönni. Annyira szerettem volna megáldozni. Egy fiatalember rákban halt meg, de úgy, hogy egészen az utolsó percekig eszméleténél volt. Külön ajándékot tartom ennek az élménynek az átélését is. Mindenkit szeretnék biztatni, hogy ne halogassa a hozzátartozóikhoz a papot elhívni, mert vannak, akik akarattal csak azután hívnak ki, amikor már elveszíti a eszméletét a hozzátartozója, hogy nehogy megijedjen attól, hogy meg kell halnia. Nem a halál a rossz, amitől félni kell, hanem a kárhozat. És mi az örök élet reményében akarjuk megerősíteni azokat, akikhez az Úr Jézust elhozzuk. Tehát a Szentlélek ajándékát hozzuk a betegek kenetében, akinek segítségével a bűneinktől szabadulunk meg. Tehát a bűnbocsánatnak egyik szentsége a betegek kenete. Minden osztályon ki van írva, hogy mind a négy kórház lelkész, az evangélikus, református, római katolikus, meg én is, milyen telefonszámon vagyunk elérhetőek, és e-mail címünk is ott van, tehát lehet a kapcsolatot különbözőféleképpen felvenni, de mindig úgy megyek, hogyha szólnak, tehát amikor már tudom, hogy valaki bent van a kórházban, utána már többször fölkeresem, de először mindig a hozzátartozóknak vagy az ápolóknak kell jelzést adni. Pünköstkor fordult elő, hogy ötször jöttem be a kórházba, és egyszer sem úgy jöttem át, hogy ó, már miért kell már megint a kórházba jönni, hanem hogy vajon ki az, aki vár? Mi az, amit tudok neki nyújtani? Mi az a vigasztaló, amit nekem mondanom kell? Amikor kórházi lelkészi szolgálatot tehetek, akkor valami olyasmit teszek, ami az én szívemhez nagyon közel.